Sziasztok, itt vagyunk Veszprémben, a Női Magyar Kupa 4 döntőjén, és a tegnapi elődöntő után megvertük a Ferencvárost, itt emelettem falu végi Dorottya, és először is gratulálni szeretnék, és meg szeretném kérdezni, hogy így az első Magyar Kupád a Győr színeiben, hogy érezted magad, milyen volt a hangulat a csarnokban? Nagyon jó volt a tegnapi mérkőzés, szerintem nagyon jó volt az atmoszféra a csarnokban, újra szurkolók előtt játszhatunk, és a csapat is nagyon együtt volt, óriási energiát fektettünk ebbe a mérkőzésbe, és végül az, a végeredmény is úgy alakult, ahogy mi reméltük. Így van, mi is nagyon örülünk neki. Kürti Leurától szeretném megkérdezni, hogy így fiatal játékosként hogy érzed magad, hogy itt lehetsz egy ilyen felfogozott hangulatú négyes döntőn a csapattal? Kérlek értékeld a te ezt a dolgot. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez az első ilyen nagyobb tornám a felnőtt csapattal. Nagyon jól érzem magam, és remélem, hogy aranyéremmel nyakunkba fogunk Győrbe hazatérni. Hát azt mi is reméljük. Lukács Viktóriához fordulnék. Neked is nagyon gratulálok. Hogy érezted magad te a pályán, így a győri színekben? Kérlek, mesélj erről pár szót. Ö, nagyon jó volt a hangulat a pályán, mindenki küzdött a másikért, lehetett látni, hogy mindenki felfogozott hangulatban van. Tényleg ö, nagyon boldog vagyok, hogy bennehetünk a döntőbe, és, és én is tényleg remélem, hogy aranyéremmel távozunk. És mit éreztél a csapaton? Nagyon együtt voltunk, nagyon akartuk. Kérlek ezt is egy kicsit mesélj, de hogy belülről milyen volt ez? Úgy gondolom, hogy nagyon felszabadult volt a csapat, nagyon tényleg mindenki támogatta másikat, mindenki szívből szurkolt a másiknak, mindenki örült mindenkinek, és ez, ez hozta meg a sikerünket. Köszönjük szépen, és a döntőben is sok sikert. Hajrá, Győr!